Sziasztok, Horváth Dani vagyok, és a mai videóban a gasztrofotózásról lesz szó. Ebben a videóban lépésről lépésre végigveszem, hogy én hogyan építem fel a fotóimat. Ha végignézzetek ezt a videót, akkor ti is megtanulhatjátok azokat a trükköket, amiket én alkalmazok a gasztrofotózás során, de mielőtt belekezdenénk, akit érdekel mélyebben a gasztrofotózás, most vasárnap, azaz június 6-án egy élő workshopot fogunk tartani Lőrik Laci kollégámmal. A gasztrofotózás minden szegmenséről fogunk beszélni, egész napos workshop lesz. Ha érdekel az esemény, akkor megtaláljátok a linkjét a leírásban. Bár nem tervezzük nagy létszámra, de még egy-két hely van kiadó, úgyhogy ha szeretnétek jönni, akkor gyertek az ételfotós workshopra. Na de kezdjünk is bele, és nézzük meg lépésről lépésre, hogyan készül egy ilyen gasztrofotó. Ez az első fotó, amit készítettem. Itt még ugye nincsen meg a setup, csak leraktam az ételt, vagyis a desszertet, amit fotózni kívánok, és a fekete backdropot vettem elő, ami egyébként az egyik kedvencem, de erről majd később fogunk beszélni. Ez a második fotó, ahogy látjátok, még itt sincs semmi se elrendezve, még a szögek sem jók, egyébként teljesen nyers fotókat láthattok, nem nyúltam hozzá, és nem is szerkesztettem rajta semmit. Itt egy kicsit fentebbről fotóztam a desszertet, próbálgattam, hogy melyik szögből néznek ki jól. Szerintem ez nem olyan rossz fotó, de azért még elég messze áll a jótól, még nincsen koncepció mögötte. Itt már bekerült a kiskanál az előtérbe, a mangó a háttérbe, közel vannak a kis edénykék egymáshoz, és próbálgattam, hogy oldalról hogy néznek ki. A következő fotó ugyanaz a beállítás, de már a Passion Fruit előtérbe került, hogy egy kicsit kihangsúlyozzam azt is. Ez már mondhatni egy félkész koncepció. Itt már a desszerteket nagyjából elhelyeztem, ott vannak a passion fruitok, a kanára is került egy kicsi, és a tápiókára is, hogy egy kicsit feldobjam és ne legyen annyira unalmas. Épül fel a kép, egy kis kakaóbab töretet is kapott a tápiókánk, bejött így az üvegbe az egész mangós passion fruitos szósz is. És továbbra is keresgélem a szögeket egy kicsit oldalabbról, valamint fekvő helyzetben is. És itt az egyik végső kompozíció, ahol a szöget szerintem megtaláltam, kicsit oldalról, kicsit felülről. Itt vannak a gyümölcsök, látszódik, hogy nem csak simán a tápióka van, hanem ott van rajta a passion fruit, meg a kakaóbab. Viszont ami nem tetszik, az a fekete háttér, egyszerűen nem illik ehhez a desszerthez. Váltottam a kékre lefestett fadeszkára. Ahogy látjátok, egyébként már hidegek a fények, ment le a nap, kevés volt a fény, kicsit alul is van exponálva, de ezt majd utómunkával később helyre hozzuk. Itt próbáltam máshogy komponálni, ugye vízszintesen fotóztam, a mangó az előtérbe került, de aztán úgy döntöttem, hogy mégis az álló lesz ennek a legjobb, és a mangó pedig túl hangsúlyos volt, úgyhogy ezen a képen már ki is vettem. Itt láthatjátok, hogy cserélgettem az üvegeket, hogy melyik a legjobb. Ebbe is kitaláltam, ami egy kicsit ilyen öblösödő szájú, és ez pedig a sima kicsi befőttes üveg. Írjátok meg, hogy szerintetek melyikben néz ki a jobban, így ebben a kis pohárkában, vagy pedig az üvegben. Itt megint építkezek, és ahogy látjátok, egyre több dolgot rakok a háttérbe, egy nagyon picit mozgatom a tárgyakat, és egy újabb háttércsere, mert nem voltam elégedett a fadeszkával. Ahogy látjátok, apró változtatásokkal megyek előre, éppen hogy csak elforgattam és egy kicsit közelebb húztam egymáshoz, majd bekerülnek a passion fruitok is. Nagyon szépen jönnek az árnyékok, játszadozom a háttérmosással, itt az elején f2,5-ön voltam, itt pedig már átmegyek f4,5-re, nagyon szépen jön egyébként az üveg előtt vagy mögött az árnyék. És itt láthatjátok a végleges fotót, előtte, utána. Ahogy látjátok, a kéket kivettem, mert túl soknak találtam, egy nagyon picit hagytam meg, és egyébként az egész temperature-nek a melegségén húztam fölfele, mert túl hideg volt. Egy pici clarity-t kapott, és a sárgát meghagytam ugyanúgy, csak egy kicsi boostot kapott, és a luminance-ba feltoltam, hogy ne legyen annyira besápadva ide. És a végére még egy minimál fotó, láthatjátok, hogy nem feltétlenül kell túltolni a fotót, így is működik, és egy előtte utánát is láthattok. Hogyha tetszettek a fotók és ti szeretnétek megszerkeszteni ilyen formán a képeiteket, akkor van egy jó hírem, mivel van egy gastro preset packem is, ez itt a reklám helye, szóval akit érdekel, az megtalálja a leírásban ezt is. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot és egy kommentet, mert ezzel sokat segítetek. Iratkozzatok fel egy csatornára,
Egy csatornára? Egy csatornára, egy csatornára, egy csatornára. Az én csatornámra. Ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, mert így akkor értesültök, hogyha egy következő videót kidobok, ledobok, feldobok. Akit érdekel a gasztrofotózás, azzal remélem most vasárnap találkozom, és még nem köszönünk el, mert comment time. Az előző videómban a YouTube-nak a működéséről és a lájkokról beszéltem, ehhez jött egy komment, hogy már tudom, hogy mindig fogok kommentelni. Köszi Jimmy és Nika. Majdnem mint a Niga lenne. Szűcs Norbert 77 azt üzeni, szia Dani, megdöbbenve hallom, hogy milyen minta felhasználó vagyok. Kb. 40-50 csatornát figyelek rendszeresen, és mindenre fel vagyok iratkozva csengővel. Sőt, már az első videó után megteszem ezt általában. Norbi, szerintem tényleg te vagy az egyetlen. Mint ahogy az előző videóban is mondtam, én nagyon sokáig nem is iratkoztam fel, nem is interaktáltam, nem lájkoltam, semmit sem csináltam. Aztán belástam magam a témába, és most már tudom, hogy nagyon fontosak a lájkok, úgyhogy lájkoljon mindenki. Mátyás Jagudics azt kérdezi, igaz, nem a témához vág, de jó lett a videó, és azt szeretném kérdezni, hogy lesz-e egy-két órás POV fotografi. Ezen már gondolkodtam. Legyen egy-két órás POV fotografi?